Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. 48 somogyi település ültetett csemetéket az országfánsítási program révén most tavasszal Jarosban juharokat választottak. Középiskolások vetélkedtek angol és német nyelvből a hétvégén Kaposváron, a rangos tudáspróbán hazai sikereknek is örülhettek a házigazdák. Hamarosan új utcamozaik kerül ki Kaposvára, ezt ezúttal is iparművészet is diákok készítik, és az elsőhöz hasonlóan most is Riponai adta az ihletet. Jó estét kívánok! 48 nyertes pályázattal Somogy volt a legaktívabb vármegye a településfásítási program idei tavaszi ütemében. A kicsivel több mint 400 lelket számláló Iharosban az Agrárminisztérium helyettes államtitkára tegnap el is ültette az első juharcsemetét. Az Agrárminisztérium 2019-ben célul tűzte ki, hogy 2030-ra az ország területének 27%-a legyen erdős, fás terület. Ezt a törekvés szolgálja a 2020-ban indult településfásítási program is. A program célja az, hogy 10 000 fő alatti települések tudjanak igényelni fákat, 13 fafajból lehet válogatni, évente 10 000 darab sorfát szoktunk odaadni erre a célra. Idén is megnyitottuk ezt a lehetőséget, és kimagasló volt az érdeklődés, háromszoros túljelentkezés volt. Somogyból idén tavasszal 48 település pályázott sikerrel, Iharos 30 darab juhart kapott. Azért juharfákat rendeltünk, mert a falunak a neve az Iharos, juharos, tehát a juharfából eredeztető egyik verzió szerint, és ezért úgy gondoltuk, hogy akkor ez már korábban is egy elképzelés volt, hogy juharfákat telepítünk, korábban vérjuhart is telepítettünk a településnek egyik részén, most a hegyi juhar és a mezei juhar fajtákat választottuk így ebből a célból. A rossz időjárás miatt kedden csak két csemete került új helyére, de a héten egy erdészeti szakember segítségével a többit is elültetik. Jutva a falu kopárabb részeire, valamint az Inkei család egykori kastély parkjába is. Itt nyilván több száz éves fákról is beszélünk, meg faritkaságokról, de hát a fa is öregszik. Az is megy tönkre, elszárad, stb. Betegség éri, ezért ugye pótolni kell folyamatosan a fákat. Hát az elmúlt 14 évben törekedtünk is erre. A kastélyparkban hozták létre a Nemesek Ligete nevű részt is, ahol magyar történelmi családok emlékére ültetnek egy-egy fát. Idén is újabb 7 tehetséges fiatalt támogat a Kaposvári Rotary Klub. A különböző területeken alkotó és kutató középiskolások pályázatot adtak be, amelyet szakmai zsűri bírált el. A diákok 300 000 forintos támogatásban részesülnek, és 100 000 forintos étkezési utalványt kapnak a szerződés aláírása után. Nagyon széles körű az érdeklődés és a repertoár, ezt fogjuk majd többek között meghallgatni a mai napon, és tavaly is volt már hasonló jellegű projektünk, és annak pedig úgy volt a lekövetése, hogy eltelt most már csak nem egy év, bekértük, hogy ki hogyan sikerült elérni a céljait, vágyait, és hogy tudtunk mi ehhez hozzájárulni, és nagyon szeretnénk, hogyha ez ugye göngyölődne tovább, és exponenciálisan ők is, a fiatalok, akiket támogattunk, ahogy egyre feljebb kerülnek, meg előrébb az életükben, ők is támogatják majd a társaikat, vagy egyéb jótékony célban részt vesznek. Ismét megszervezte a népszerű mezofanti nyelvi versenyt a Kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskola Központ. Az egyházi fenntartású középiskolák diákjai angolból és németből vetélkedtek. A megmérettetés döntőjére, azaz a szóbeli fordulóra az ország minden pontjáról érkeztek fiatalok. A korábbi online fordulókat követően most szombaton a szóbeli beszámolókra került sor az egyházi fenntartású középiskolák diákjainak kiírt mezzofanti országos nyelvi versenyen. Az idei versenyben egyébként 35 intézményből 452 tanuló nevezett be, tehát elég népes volt a mezőny. A legtöbb tanulót indító iskolák voltak a Szent II. János Pál Gimnázium Budapestről, Proászka Tokár Katolikus Gimnázium Budakesziről és a Nagyboldogasszony Iskola Központ Kaposvárról. A vetélkedő fináléjának a tematikája kiválóan felkészít a nyelvvizsgára, mondják a nyelvtanárok és a versenyszervezők.
éles vizsgahelyzetben kipróbálhatják magukat. Az írásbelin nem teljes írásbeli feladatsoron dolgoznak, egy kicsit rövidített, de a szóbeli, a döntő, ami ma zajlik, ott abszolút teljesen az euró nyelvvizsga szóbeli nyelvvizsgájával megegyező a verseny lebonyolítása. Hát mindenképpen fontosnak tartjuk egyrészt a nyelvoktatást, másrészt meg a nyelvvizsga szerzését, hiszen tudjuk, hogy ez pluszpontot jelent a felvétel, ez előnyt jelent mindenképpen a munkavilágában. Németből és angolból is két szinten 20-20 tanuló került be a mostani szóbeli fordulóba. Elég sokat készültem, és igyekszem a legjobbat nyújtani, hogy az iskolánknak a hírnevét is tudjam vinni különböző helyekre, illetve hogy magamnak is bizonyítsak. Én úgy gondolom, hogy erre az itteni nyelvoktatás abszolút felkészít, mind szóban, mind írásban. Viszont én ugye személyesen szóban sokkal jobban szeretek megnyilvánulni, mert ott nem annyira kell figyelni mondjuk a idegen nyelvi szavaknak a helyesírására, ami nem mindig szokott összejönni teljesen jól, szóval alapvetően én szóban jobban szeretem magamat kifejezni idegen nyelvekből. A házigazda intézmény legszebb eredményét Osváth Melinda érte el, aki a német nyelv B2-es kategóriájában második lett. Regisztrálni kell a csoportos utazásokat a MÁV és a Volán járataira. A vasútársaság közleménye szerint erre azért van szükség, mert az új kedvezményeknek köszönhetően egyre több csoport indul útnak, amire a szolgáltatónak is fel kell készülnie. Az igényeket a vasúti utazás előtt legalább 5 munkanappal, a buszos kirándulásokat pedig legalább 15 nappal korábban lehetőség szerint elektronikus úton kell jelezni. A bejelentés visszaigazolását az autóbuszvezetők, illetve a kalauzok ellenőrzik. Az idei első negyedévben szinte ugyanannyi motorbenzin és 3,1%-kal kevesebb gázolaj fogyott Magyarországon, mint a tavalyi év első 3 hónapjában. Így az üzemanyagfogyasztást átlagosan 1,9%-kal csökkent, adta hírül ma a Magyar Ásványolajszövetség. A szakértők szerint a forgalom nagyobb visszaesését csak a prémium termékek keresletének emelkedése akadályozta meg. A teljes fogyasztás 879 millió liter volt az első negyedévben. Kihasználta a pálya előnyét a Finó. Kaposvár rekordbajnok férfi röplabda csapata hazai pályán nyerte meg az aranycsata első felvonását, mindjárt megmutatjuk. Újabb riprónai alkotást készítenek el mozaikból a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium diákjai. A középiskola tehetségei most a Vörös ruhás nő című képet rakják ki apró darabokból. Az elkészült művet a közelgő riprónai fesztiválon avatják majd fel a múzeum egyik ablakában. Alapvetően ez egy homokágyba készül. Ezt indirekt technikának nevezik, amikor nem direkt be a falra nyomogatjuk egyesével a kis darabokat, és ez ki lesz ebből emelve egy csiriz és gézlapok és vászondarabok, papírdarabok segítségével. Az utolsó mozaik darabokat rakják homokba ezek a diákok. A telefonjukról nézik a mintát, hiszen azon is ki tudják nagyítani. Azt mondják, nagyon élvezik ezt az aprólékos munkát. Folyamatosan nézzük a képet, miközben rakjuk, és az a lényeg, hogy mindig vizes legyen a homok, különben ha száraz marad, akkor kidöki a mellette lévő részdarabokat. Valójában ennyi az egész lényege, hogy mindig vizes legyen, és így könnyen bele tud menni a homokba a szem. Az apró színes csempedarabok közül a zöld színűeket itt készítették a kerámia műhelyben. A vörös ruhás nőt eredetileg Fali Kárpitnak szánta alkotója Riprónai József. Tulajdonképpen hárman, négyen, öten dolgoztak rajta. Azért ezt a képet választottuk, mert ez Riprónainak egy olyan munkája, ami nagyon szépen illene azokba a vakablakokba, mind a kompozíció szempontjából, hogy ilyen függőleges kompozíció, mind abból a szempontból, hogy zöld övezet vesz körbe egy nagyon erős vörös színt, ami nagyon látványos lesz ezen a zöld épületen, ebben a zöld környezetben, ott egy ilyen vörös szín, hogyha megjelenik az utcán, a járókelőknek nagyon látványos lehet. A kaposváriak a Riprónai Fesztiválon láthatják majd a munkát a múzeum egyik ablakában.
Az icsiseknek ugyanakkor nem ez volt az első közterületi mozaikjuk. Tavaly egy Piacek bácsit ábrázoló művet avattak a Somsics utca, a Szent Imre utca sarkán. Japán papírszínházi meséket vittek el tegnap a Petőfi Sándor központi óvoda kicsinyeihez a Takácsa könyvtár munkatársai. Az oviban ugyanis egészséghetet tartanak, aminek része a mentális fejlesztés is. A kis madár most észak felé fordul, sok menekülő állatot látott erre is. Segítség, segíts nekünk, kiáltották az állatok. Tűz keletkezett az erdőben, így az állatoknak menekülniük kellett. A bátor papagáj azonban megmentette az életüket. Erről szólt az egyik papírszínházi mese. Az óvodások nagy élvezettel hallgatták. Egy papagájról, aki egy vizet hozott a testével, mert a villám belecsapott a fába, és kidőlt, és az állatok futottak. Igaz, hogy közös szobánk van Gerivel, de az az én területem. A másik csoportban pedig egy családi mesét hallgathattak meg a picik. A Takács Gyula könyvtár munkatársai most először települtek ki óvodába, eddig csak a könyvtárban meséltek. Az egészség hét kapcsán a mentális egészség az nagyon fontos, és ezt a meséléssel tudjuk befolyásolni, és ugye ez a minden nap megjár 15 perc mese a gyerekeknek, az Olvasás Társaság, Magyar Olvasás Társaság felhívása alapján is, ezért is nagyon örültünk ennek a felkérésnek. A papírszínházas mese abszolút népszerű, ez egy interaktív mesélési technika. A Petőfi Sándor központi óvodában egész héten az egészség körül forognak a programok, így a mozgás mellett a mese is középpontba került, mint a lelki, érzelmi fejlődés segítő eszköze. A mesevilágban élnek, a mese mindent átsző az ő életükben, ami nem zárja ki a népmesék mellett a mai modern meséket, a szerzők által írt meséket, illetve azokat a meséket, amit a gyerekek maguk találnak ki. Tehetséggondozás is folyik óvodánkban ezen a területen, a Mesemanók műhely komplex fejlesztésével. Egy másik foglalkozáson pedig kedvenc mesehőseiket is elkészíthették a családok. Ezekre a pályamunkákra a héten lehet szavazni az óvodában. Nagyatádi, Kadarkuti, Csurgói, Segesdi és Mikei önkéntesek sajátították el a tűzoltási és műszaki mentési alapismereteket egy 40 órás képzésen. A tanfolyam elméleti és gyakorlati vizsgával zárult, amelyet valamennyi jelentkező sikeresen teljesített. A tűzoltói végzettség megszerzésével ők a jövőben hatékonyan tudnak majd segíteni a bajba jutottaknak és támogathatják a lánglovagok munkáját. Egy maratoni kerékpárverseny miatt átmeneti útlezárás várható szombaton a Zselicben. A Somogyi Erdőgazdaság tájékoztatása szerint a korlátozás érinti a Ropolyi tó, a Hotel Kardosva és a Csillagvizsgáló közötti szakaszt, valamint a Csillagpark és a Csárdahely közötti szakaszt. Az érintett kereszteződésekben segítők fogják irányítani a forgalmat. Emlékéremmel ismerte el a kaposvári Kovács László életútját a Magyar Búvár Szakszövetség. Az első MCL Diamant Adorján mesteredzője több mint 40 éve foglalkozik a tehetségekkel, miközben a klub elnöki tisztségét is betölti. Több mint 60 tanítványa jutott ki világversenyekre, Európa-bajnokságokra, világbajnokságokra, világjátékokra, ahonnan közülük 35-en térhettek haza éremmel. Növendékei országos rekordokat értek el, és voltak világcsúcs tartók is. Csapatai háromszor Európa kupát, egyszer pedig világkupát nyertek. Nagyon hamar elment az idő, és egyre jobban úgy érzi, nem vagy öregszik, de ami elismerte a Búvár Szövetség az itteni munkánkat, és annak örülök, mert ugye ez nem csak nekem, hanem a gyerekeknek szól is Kaposvárnak. Megnyerte a férfi röplabda bajnoki döntő első mérkőzését a Fínó Kaposvár. Az együttes tegnap este hazai pályán 3-1-re győzte le a székesfehérvári MÁV előre csapatát. A Fínó főkép a második és a negyedik szettben dominált, így összesítésben 1-0-ra vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. Akárcsak tavaly, idén is a MÁV előre csapatával küzd meg a bajnoki döntőben a Fínó Kaposvár. Nagy különbség azonban az előző szezonhoz képest, hogy ezúttal a Finónál van a pálya előny, így a párharc első felvonását tegnap este a Kaposvár arénában rendezték. Az első szett kiélezett küzdelmet hozott. Eleinte hol egyik, hol a másik csapat volt előnyben,
majd a Fehérvár 4 ponttal ellépett. A finó 18-17-nél fordított, a szett hajrájában pedig ők voltak pontosabbak, így megnyerték a játszmát. A második felvonás aztán abszolút hazai dominanciát hozott. 16-12 után Bögő Gábor háromszor is pontot szerzett nyitásból, közte pedig Leszkai blokkolt egyet, így pillanatok alatt 8 pontra nőtt a hazai előny. A székesfehérváriak innen már nem tudtak felállni, és a finó végül 25-15-re nyerte meg a szettet. A harmadik játszmában viszont fordult a kocka, ezúttal végig a MÁV előre dominált. Főképp Esti Marcell volt elemében, aki a mérkőzésen elért 19 pontjából, csak ebben a szettben 9-et szerzett. Közben a nagy tét miatt néha már az indulatok is fortak a pályán, és a játékvezetőknek kellett figyelmeztetniük a játékosokat. A negyedik szett elején a vendégek szerezték az első két pontot, de utána abszolút fölényben volt a finó. A vendégek vezetőedzője, Omar Pelillo a 12-7-es állásnál már a második időkérését is elhasználta, ám hiába. Baróti Árpád és Hubicska Patrik egymás után ütötték a pontokat a hazaiaknál, de a különbség pedig folyton nőtt. A finó végül 25-16-ra nyerte meg a játszmát, a találkozót pedig 3-1-re. Az első szett az talán az egyik legkritikusabb volt, hiszen egy 1-0-as előnnyel kezdeni ezt a mérkőzést sok lélektani előnyt adott számunkra is, nekik pedig egy pici talán nehézséget jelentett, látszott is azért a második szettben ők egy picit lejjebb engedtek, mi pedig ezt nagyon ki tudtuk használni. Sajnos jött utána a harmadik szettben a szokásos idei kis kilengésünk, de a negyedik szettre teljes mértékben visszavettük az irányítást, és lezártuk ezt a párharcot. Én bízom benne, hogy hasonlóképpen tudjuk a további mérkőzésekben is az akaratunkat érvényesíteni. Úgy gondolom, hogy most attól függetlenül, hogy hátrányba kerültünk, semmi nincsen elveszve. Ugye ezért is jobb a bajnoki döntő, mint mondjuk egy kupa sorozat, mert ugye itt 3 mérkőzést kell megnyerni a döntőben. Van esélyünk bőven visszajönni a párharcban, viszont úgy gondolom, hogy ehhez először fixálnunk kell a saját játékunkat. Hogyha ez megvan, akkor úgy gondolom, hogy semmi gondunk, nem azt mondom, semmi gondunk nem lesz, de talán könnyebb dolgunk lesz a Kaposvár ellen. A hazaiak közül Baróti 20, Bögöly 17, Hubicska pedig 14 ponttal zárt. A párharcot 1-0-ra vezeti összesítésben a finó, a sorozat második meccsét pedig pénteken rendezik meg Székesfehérváron 17 órai kezdettel. Főbb híreink még egyszer röviden. 48 somogyi település ültetett csemetéket az országfásítási program révén most tavasszal. Iharosban juharokat választottak. Középiskolások vetélkedtek angol és német nyelvből a hétvégén Kaposváron. A rangos tudáspróbán hazai sikereknek is örülhettek a házigazdák. Hamarosan új utcamozaik kerül ki Kaposvára. Ezt ezúttal is iparművészet is diákok készítik, és az első hasonlóan most is Riplónai adta az ihletet. Nem kell külön kérni, megy tovább a kaposvári távfűtés. A részletekről a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRT tájékoztatta internetes oldalunkat, a kapos.hu-t. 7:30-kor új adással jelentkezik kulturális magazinunk a Génius, 8:30-tól pedig a vasárnapi református istentiszteletet nézhetik meg felvételről. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapos.hu után már is jön az időjárás jelentés. A hideg levegőnek még bőven van utánpótlása, így enyhülésre a hétvégén sem számíthatunk. Holnap változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Az északnyugati szél megélénkül. A hajnali órákra 3-6 fokig hűl a levegő, néhol talajmenti fagy is előfordulhat. Napközben 12-14 fokra számíthatunk. Pénteken is változóan felhős napos időnk lesz. Néhol egy-egy futózápor is kialakulhat. Az északnyugati szél élénk marad. Kora reggel 0 plusz 5 fokot, délután 12-14 fokot mérhetünk. Ez az átlagosnál hűvösebb idő valószínűleg a jövő hét közepéig folytatódni fog.
Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft. Siófokon, a Kálmán Imre sétányon igényes kivitelben épülő Koloman Társasház ingatlanjainak értékesítője.